Na, mert hogy azt gondoltam a mai előadásról, hogy ilyen egy kicsit tapszín nagy takarítást végzünk, mert hogy próbálom az előzőeket valahogy úgy bevonni a mai előadás mondandói közé, az előző órákon elhangzottakat, hogy egy kicsit egyrészt az összefüggések világosabbá váljanak, másrészt pedig a dolgok értelme, tehát hogy mi miért került elő eddig ezen a kurzuson. Ugye azt mondtam is, hogy a múlt óra előtti, tehát a Pulci Angéla előtti előadás az befejezetlen maradt, tehát az enyhe kifejezés, gyakorlatilag a három-negyed része lemaradt, de hogy egyáltalán nem sajnáltuk, ugye itt beszélgetünk utána róla, mert hogy nagyon fontos volt az a beszélgetés, ami a Safari című film kapcsán kialakult. Viszont a mai óra elején azt gondoltam, hogy egy kicsit visszatérünk oda, tehát kifejezetten az antropológiai filmezéshez, nagyon vázlatosan is, de a legfontosabb gondolatokat, amik akkor lemaradtak, azokat legelőször majd összefoglalom, és akkor utána térünk át a tulajdonképpeni mai témánkra, aminek ezt a címet adtam, hogy a hatalom pillantása. Ez egy idézet, méghozzá na, ez érdekes lesz félkézzel. A Dubcsik Csabának ebből a kiváló monográfiájából, a Magyarországi Cigányság története című monográfiájának a bevezetőjében van egy fotó, ami tulajdonképpen a könyv borítóján is szerepel, de egy ilyen szerencsétlen tipográfiai megoldás miatt ugye lemaradt a fotónak az egyharmada. És a fotóhoz a fotóval kapcsolatban keretben szerepel Szuhai Péternek egy írásából egy idézet, és azzal kapcsolatban néhány nagyon fontos gondolata Dubcsik Csabának. Tehát ebből fogunk kiindulni, és utána ugye az a tanulmány, ami a mai órára kötelező olvasmány volt, ez az etnicitás kötetben szereplő Szuhai Péter tanulmány, ugyancsak a reprezentáció kérdésével foglalkozik, méghozzá egy olyan összefüggésrendszerben, ami a mi kurzusunk számára nagyon-nagyon fontos, ugye ezt a visszabeszélés fogalmát elemzi, tehát egyrészt próbál dekonstruálni képzőművészeti, illetve fotóművészek körében kialakuló csoportosulásoknak a tevékenységét, intézményesülés kérdését, és így tovább, ugye ezt majd részletesen végigbeszéljük, de az a szempontrendszer, amit ő alkalmaz, és ahogyan használja ezt a visszabeszélés fogalmát, az nagyon, nagyon fontos számomra. És akkor igyekeztem ezeket a dolgokat úgy összefűzni, hogy így ki is tudjunk tekinteni a kurzusomból a roma képműhelyre, ami ugye, ezt már beszéltük, hogy tematikailag szorosan kapcsolódik ehhez az előadás sorozathoz. Úgyhogy itt Zsigó Jarőnek köszönet ezért a sok megjegyzésért, ami a Szuhai Péternek a fotókiállítására, meg egyáltalán a kutatásainak a problematizálására vonatkozott, mert hogy ahogyan ezt most sikerült beépíteni a tematikánkba, azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon lényegi pontja ennek az egész kurzusnak, és hogy egy kicsit ilyen, ugyan még nem vagyunk a végén, de hogy mégis van valami összegző jellege, ami talán pont szerencsés, mielőtt hozzákezdetek a dolgozatoknak az elkészítéséhez. Már itt konkrétan fölmerült egy olyan téma, ami épp a mi mai óránkhoz is kapcsolódik. Ja, nem ülök le. Na, tehát ezt körbeadom ezt a könyvet, tehát nézzetek bele itt, hogy hogyan szerepel ez a fotó, illetve a szöveg alatta. Tehát itt abból indulunk ki, ahogyan Szuhai Péter ebben az írásban próbálja értelmezni ezt a fotót. Az írás maga a beszélőben jelent meg, itt látható 1998-ban, egy régi kép volt a címe ennek az írásnak.
És ugye így elemzi Szuhai, illetve értelmezi Szuhai Péter, egyfolytában a szemem előtt lebeg egy kép. A kép sugall egy szövetséget, amely valamilyen szinten létrejön a három szereplő, a hatalmat megtestesítő erőszakszervezet, a segítő polgári törekvések képviselői és a tudomány érdeklődői között. A negyedik fél maguk a cigányok, a képen jelen vannak, a történet valójában róluk szól, de mintha igazán nem volnának részesei annak a diskurzusnak, amelyik róluk szól. Tehát ez egy nagyon összetett értelmezés. Ugye egyrészt, ahogyan ezt a kapcsolatrendszert elemzi Szuhai Péter, vagy nem elemzi, csak nagyon röviden értelmezi, de a lényegi pontja az ugye a megfigyelői tekintet, tehát a fotós tekintet és a megfigyelés tárgya, vagy ez, itt ugye az ábrázolás tárgya közötti viszonynak a felvetése, ugye azt hangsúlyozza, hogy azok, akikről valójában kellene, hogy szóljon ennek a fotónak és általában a reprezentációknak mindenféle narratívái, azok nem részesei ennek a diskurzusnak. Tehát itt megfogalmaz Szuhai Péter egyfajta hiányt, ami egy nagyon fontos megállapítás volt ebben az időszakban, hiszen egy kicsit előre ugorva az előadásunkban, majd a tanulmányunkhoz, az a naív tudományvita is például, amivel a másik etnicitás kötetben megjelent tanulmányt kezdi Szuhai, az is erről a hiányról szól részben, illetve a hiány pótlásának a megítéléséről, tehát nevezetesen azoknak a cigány származású tudósoknak a tevékenységéről és annak a kritikájáról, ami szintén ebben az időszakban volt nagyon fontos a tudományos közbeszédben. Na most a másik szempont, ami miatt ez az idézet fontos, az ahogyan ez megvilágítja tulajdonképpen Szuhai Péter antropológusi és filmrendezői vagy társrendezői munkásságának a lényegét, tehát hogy azt a fajta cigánykép konstrukciót, ami valamennyire ellensúlyozza, vagy nem valamennyire, de ellensúlyozni igyekszik a többség negatív roma képét egyrészt, másrészt pedig ezt mindig a viszonyrendszerekbe ágyazva igyekszik felépíteni, konstruálni, és ilyen értelemben, vagy emiatt talán a roma kultúrának ez a problémás konstrukció jellege is nagyon fontos része az ő tudományos tevékenységének, de erről majd fogunk beszélni még részletesen. Ja. Na most, tehát visszatérünk majd ide, de mielőtt ezt megtennénk, egy kicsit összefoglalnám az előző előadásoknak a hiányosságát, illetve az én előző előadásomnak a hiányosságát. Ugye ez a tudáshatalom problémakör, ez már többször előkerült. Egyébként Dubcsik Csaba a kép kapcsán, ebben a keretes részben is a Foucault-i gondolatrendszerhez jut el, és azt egy ilyen furcsa, ugye hát a bevezető hangneméhez illő, kicsit ironikus hangnemben félreteszi, illetve azt ígéri, hogy majd a könyvének a végén visszatér erre a problémakörre, amit meg is tesz egyébként a könyvnek a záró fejezetében, valamennyire érinti ezt az egész problémát, tehát a hazai szociológiai kutatások elemzése kapcsán visszatér erre a kérdéskörre. Ahogyan ez ugye a mi előadásainkban fölmerült,
az először is szorosan kötődve a kerékírások kapcsán, szorosan kötődve a magyar tudományos beszédmódra, illetve intézményrendszerhez, de a másik témakör, amiben ez előkerült, ez az etnográfia tudományának nem a magyarországi, hanem általában a világ különböző pontjai, főleg ugye Nyugat-Európában, Nyugat-Európa tudományos közegében az etnográfia tudományának azok a hullámai, úgynevezett hitelességi krízisei, amelyek igazából két fázisban zajlottak le az 50-es, 60-as években, amikor is magának a leírásnak, tehát a tudományos az etnográf szöveg leírási módjának a konvenciói bizonytalanodtak el. Ez egy óriási téma, aminek a részleteibe most nem fogunk belemenni, mert akkor megint nem marad időnk a mai témákra. A második hulláma pedig ez a 80-as évek, az úgynevezett irodalmi fordulat, amely ugye nagyon sokféle különböző morális vonatkozásban és ideológiai vonatkozásban is megfogalmazódó kritikáknak a megjelenését tette lehetővé, amelyek ugye nyilvánvalóan nagyon is érintették az alap, tehát az antropológia tudományának az alap ismeretelméleti kérdéseit. Az a két film példa, amit én a múltkor próbáltam levetíteni, nagyon sikertelenül, ugye hiszen a Trintiminha film az teljesen élvezhetetlen volt, ugye az első, a zsáros, még akkor talán valamit láttunk, de igazából ez a két filmes életmű, ez a két hitelességi krízisnek ez a két hullámához köthető, mármint időben is, meg a magának a munkásság, a két alkotó munkásságának a lényegét tekintve is. Ugye Zsárus az 50-es évek második felében kezdte a pályáját, és szó szerint berobbant az etnográf filmezésbe, nagyon radikális és nagyon innovatív eszköz használatával és felfogásával, és hát nem kevés tudományos vitát kavart, tehát az a közeg, amit Zsarus munkái alaposan felbolygattak, azt hiszem, hogy nem volt kevésbé ellenálló és kevésbé átpolitizált, mint a jelenlegi aktuális magyar tudományos közeg a kritikával szemben. És itt csak ezeket az első fontos alkotásait emeltem ki Rusnak, amelyek, hát hogyha most beszélnénk részletesen a filmekről, kiderülne, hogy mennyire másak. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy Rus rengeteg filmet készített, tehát nagyon hosszú életű és rendkívül termékeny alkotó volt, és rendkívül gazdag a munkássága, tehát állandóan kereste a megfelelő módszereket, egymást követő filmekben is képes volt egészen megújítani a saját látásmódját, de ami talán összeköti a legtöbb filmjét és azokban alkalmazott módszereket, ez az úgynevezett shared anthropology néven megmaradt, vagy az antropológiai filmezésbe beépülő módszer, ugye amikor a szereplőket valamilyen módon bevonják a filmnek a készítésébe, hogy a filmnek a hatását, tehát az adott közösségre tett hatását Rus beépíti, valahogyan fölhasználja a munkásságában, tehát hogy ez egy ilyen bonyolult módszer igazából, aminek a lényege viszont, hogy alapvetően megváltoztatja a megfigyelő és a megfigyelés tárgya közötti viszony. Tehát aminek az megújítására irányul, ez a viszony.
És hát ilyen módon ugye nyilvánvalóan az eszközhasználat és a filmkészítési módszerek megváltoztatásával filmnyelvileg is jelentős változásokat ér el, tehát hogy olyan alkotásokat hoz létre RUS, amelynek ugye az alapeleme a reflexivitás, amellyel a modern filmre is óriási hatást tett, tehát a konkrétan a francia új hullám alakulására, nem csak általában az etnográf filmnek a további változásaira. Erről a Kovács András Bálintnak a Modern Film irányzatai című munkájában lehet nagyon érdekeseket olvasni, illetve Dölöznek a nagy filmelméletében van óriási szerepe RUS újító módszereinek. Ez az idézet, vagy az idézőjelben a kreatív mozzanattá váló tűrhetetlen rendetlenség, aminek RUS a kamerát nevezte, ugye ez is nagyon jól megvilágítja, hogy mi volt az, ami folyamatosan új módszerek keresésére késztette RUS. Na most a másik példánk ugye egy jóval később időszakból, a 80-as évekből, ez a Trinti Minha nevű filmalkotó, ennek a filmalkotónak a munkája, amiből mi próbáltunk részletet nézni, ez a Real Assemblage, a szenegáli, egy szenegáli közösségben forgatott etnográf film, ami nagyon erőteljes kritikája volt a korszak etnográf filmezésének. Na most a Trinti Minhának az egyik írása szerepel az ajánlott olvasmányok között, ez nem sokára meg fog jelenni magyarul, mert ott az angol változatot tudtuk még csak megadni, de a replikának a most soron következő számában, ami szerintem olyan május körül fog megjelenni, abban szerepel majd ennek az írásnak a magyar fordítása, úgyhogy ezt nagyon ajánlom a figyelmetekbe, mert egy rendkívül fontos írás. Általában a dokumentumfilm készítéssel és annak a realizmus problémáival kapcsolatban fogalmaz meg Trinti Minha rengeteg nagyon érdekes gondolatot. Amit pedig kiemeltem ebből az írásból, az a reflexivitás fogalmára vonatkozó gondolatsora, hiszen ugye arról a RUS film kapcsán is beszéltünk, illetve a Trinti Minha film kapcsán is, hogy ezeknek a legfontosabb vonása, ez a nagyon erőteljes reflexió, ami egyfelől megszabadít bennünket az objektivitás illúziójától, amivel ugye a dokumentumfilm alapvetően látszólag rendelkezik, és ugye itt kapcsolódik ehhez az egész tudománynak, az antropológiának, ez az ismeretelméleti problémaköréhez, tehát ahogyan ezekkel a reflexív fordulatokkal, ezekben a hitelességi krízisekben igyekezett megszabadulni ettől a pozitivista, a természettudományokra jellemző pozitivista leírási módtól. Na most, amit itt Trinti Minha megfogalmaz, ugye ez egy hosszú, ezt nem is olvasnám fel, inkább olvassátok el szerintem, így lassan, mert hogy egy elég sűrű idézet.
én azt gondolom, hogy ebben az idézetben ez nagyon, nagyon sokkal hozzásegít a film értelmezéséhez is, amiből mi részletet látunk, és általában az egész... Az egész minha életműnek az értelmezéséhez. És a másik nagyon fontos hozománya számunkra, hogy ezt a fogalmat, ami szintén egy erősen elkoptatott fogalom, hiszen folyton a hiányára hivatkozunk, megvilágítja, tehát pont azt, amikor ugye ő így kezdi, hogyha csupán esztétikai zárlatként szerepel, az milyen eredményekhez vezethet, hogyan veszítheti el a kritikai szemlélet a jelentőségét általa, és hogyha nem így van, tehát hogyha a reflexivitást valóban komolyan és megfelelő módon alkalmazzák, akkor milyen eredményhez vezethet, tehát hogyan tudja dekonstruálni ezt az én és a másik közötti viszonyrendszert, illetve, ami még fontosabb, a másiknak, tehát a megfigyelés tárgyának, vagy az ábrázolás tárgyának ezt az alapvető függőségi viszonyát, vagy kisajátítottságban levését, hogyan tudja felszámolni. Ez Trintiminának egy ilyen nagyon fontos, tehát magának a világlátásának is nagyon fontos eleme, ő azt képviseli a munkáiban, elméleti, gyakorlati munkáiban, hogy a hatalmi viszonyoknak a lebontásában nem feltétlenül a konfrontáció az eredményhez vezető út, hanem ezeknek az aláásása, tehát hogy olyan eszközöket találni, olyan beszédmódokat találni, amellyel ezek a viszonyok aláshatók. Na és akkor most térnénk át a mai alkalmunknak a témájára. Amikor is én próbálok majd, vagy utána pedig majd közösen, hogyha a fotókat nézegetünk, illetve ezeket az albumokat megnézzük, konkrétan a reflexivitás hiányáról és annak a következményéről beszélni. Tehát, hogy olyan elemzési szempontokat találni. Az a tanulmány, amit említettem, ez a Szuhai Péter tanulmány, a Fejsmit Margit által szerkesztett etnicitás kötetben szerepel. Ez 2009-ben jelent meg, és egy nagyon alapos előkészítő munka előzte meg. A felkérést azokhoz a tudósokhoz, akik a kötetben végül írtak, vagy terben volt, hogy írnak bele, egy absztrakt alapján egy konferencia előadásra kérték föl, ahol az előadások után meg közösen megtárgyaltuk, hiszen én is része voltam ennek, a készülő írásokat. Ezt azért is mesélem el, mert az eredeti felkérés az úgy szólt, én akkor tanítványa voltam Szuhai Péternek, és egy közös tanulmány megírására kértek föl bennünket, ami a munka elején kiderült, hogy nem fog menni, mert hogy egészen másképp képzeltük el azokat az elemzéseket és az egész tanulmánynak a felépítését. Tehát, hogy másként gondoltuk, ezért külön-külön írtuk meg ezt a tanulmányt. És így én az antropológiai filmekről próbáltam írni, feltérképezve a kortárs vizuális antropológiának a jelenlegi irányzatait és különböző fontos elemeit, és ezek alapján, illetve ezeknek a hiányában elemezni olyan Magyarországon markánsabbnak nevezhető irányokat, ahol antropológiainak nevezhető módszereket alkalmaznak alkotók, dokumentumfilmesek, és így került be az elemzésbe Szuhai Péternek és Kőszegi Editnek néhány filmje,
Bud és Krisztának egy korábbi alkotása a Románi Krizs intézményéről, ami azért került ebbe a szövegbe, mert pont vitatható elemeket tartalmaz, és egy antropológiai közegben elég nagy vitát is generált, és a harmadik filmnek a Safari című filmnek az elemzése volt, ugye a Pölcék filme, amiről a múltkor beszélgettünk. És ami érdekessé tette ezt a hármast, ugye, az leginkább tehát ugye a Pölcék filme az nem antropológiai filmként szerepelt a köztudatban, már amennyire közönség elé került, viszont később egy berlini antropológiai filmfesztiválra nevezték az alkotók, ahol díjat is kapott, és egy kiváló tanulmány is született róla ebből a szempontból. Tehát ezt csak azért mesélem, mert hogy érdekes, hogy ezek a dokumentumfilmes szándékok utólag hogyan értelmeződhetnek át. Itt igazából csak fölvázoltam, hogy a Magyarországon létező, vagy magyarországi dokumentumfilmes gyakorlatban a roma tematika hogyan fordul elő, tehát milyen főbb áramlatokban fordul elő, és igazából ennek az volt a célja, hogy tehessek egy állítást, miszerint azok a kortárs vizuális antropológiai irányok vagy megközelítések, amelyek a külföldi filmkészítésben nagyon erőteljesek és jelentősek, és nem kismértékben ezeknek a tudományos fordulatoknak és beszédmód váltásoknak köszönhetően egészen más irányokban mozognak, tehát hogy ez is bizonyos értelemben hiányként létezik Magyarországon. És itt ugye ebben az idézetben ezt próbáltam kiemelni, tehát hogy a vizuális antropológiában, dokumentumfilm készítésben milyen paradigmaváltások hatására tolódnak el a hangsúlyok, már mint a kérdésfeltevésekben. Jó. Na és akkor az utolsó része a múltkori órának, ez pedig ugye az akkori kötelező olvasmányhoz kapcsolódott, az apaduraj tanulmányhoz, ugye ez a kutatáshoz való jog címet viselő tanulmány volt, ami nem véletlenül az Unblock folyóiratban jelent meg, annak a számnak igen, akció, kutatás, azt hiszem ez volt a címe annak a számnak, valami ilyesmi, igen. És ugye ez a nagyon fontos tanulmánya a padurájnak is, érdekes számunkra, és ugyanígy egy másik írás ebből a folyóiratból, a Horváth Kata antropológustól, aki a Drámadrom nevű kezdeményezés projekt sorozatot elemzi, ahol ugye a dráma eszközével kutatást folytattak, illetve pedagógiai kísérletet és kutatást folytattak hátrányos helyzetű fiatalokkal több szintéren, vagy több intézményben és több fázisban. És ezt azért hoztam ide példának, illetve a későbbi projektjeiket, ennek az Unblock, tehát társadalomtudósokból, színházi szakemberekből álló csoportosulásnak, ugye az új néző projekt esetében a Krétakörrel és a Káva kulturális műhelyel dolgoztak, a Hiányzó pattársnál pedig ennek a részvételi színháznak a megalkotásánál pedig a Káva kulturális műhelyen. Ők voltak a Romakép műhelyben áprilisban, egy nagyon érdekes beszélgetésen. Na, tehát végül összefoglalva azért is akartam ide eljutni, hogy azt
demonstráljam vele, hogy ezek a újfajta megközelítések az antropológia tudományán belül leginkább ezekben a ezeknek a csoportoknak a tevékenységében vannak jelen, tehát a színházi életben és az ahhoz kapcsolódó kutatásokban, nem a dokumentumfilm készítésben. Na most a másik gondolati szál, ami alapján még ide kapcsolnám a Független Színháznak a tevékenységét, ez az Apadurai tanulmány címét ugye átalakítva a reprezentációhoz való jogot viseli, ami pedig a Független Színháznak az előadásaiban és a projektjeiben, illetve az arról való beszédben, tehát annak a kritikai visszhangjában és a saját tevékenységeiknek az értelmezésében válik hangsúlyossá. Erre most nem térünk ki, most már inkább térjünk át, vagy részletesebben nem mennék bele, hanem inkább térjünk át a tanulmányra, utána még legyen időnk ugye egy kis közös elemzésre. Na, hát én azt gondoltam, hogy részenként végighaladunk, ugye nyilván vázlatosan, de hogy részenként végighaladunk a tanulmányon, hogy egy kicsit közeli olvasatát próbáljuk meg, vagy értelmezését próbáljuk meg adni. Ugye itt, ahogy már az korábban említettem, Szuhai Péterrel ezzel a naív tudományosság vitával kezdi, illetve visszautal arra az írásra, amit Csongor Annával közösen írtak akkor, amikor ez a vita föllángolt. És ugye tulajdonképpen ennek a következményeként, vagy igen, hát a vita tanulságai alapján levont következtetésként fogalmazza meg Szuhai Péter a tanulmányának és igazából az ő saját munkásságának az alaptételét, miszerint a cigány kultúra konstrukciója hozzájárul a pozitív identitás megéléséhez. És igazából az az út, amit bejár ebben a tanulmányban, illetve azok a példák, amiket fölhoz, azok mind a valamilyen konstrukciói, a cigánykultúra valamilyen konstrukciójának az elemzései, értelmezései. És ugye a tanulmány konkrét tárgya, hogy Szuhai Péter megpróbálja rekonstruálni a roma képzőművészek beszédmódját, akiket ő úgy nevez, hogy egyfajta akcióközösségben tömörülve működnek Magyarországon, illetve elmesélje egy kiállítás kapcsán a visszabeszélés, ugye a tanulmány kulcs fogalma, ez a Jan Hancock által használt fogalom, ennek a történetét. Na most itt már ezzel a kiindulással van számomra némi probléma. Először is ugye azt mondja Szuhai Péter, amikor a visszabeszélés kapcsán a roma fotósoknak a tevékenységéről beszél, hogy azt itt idézem is, azt mondja, hogy minthogy nem fogalmazódott meg karakterisztikusan a cigány-roma fotóművészek romaképe, nem jöhetett létre az arról való beszédmódja sem. Ezt helyettesítette a többségi fényképészek cigányokról készített fotóinak kritikája. Na most ez itt nincs kifejtve nyilván, de egyrészt ez az állítás, hogy nem fogalmazódott meg a roma fotóművészek roma képe, ez nyilvánvalóan betudható az intézményesülés hiányának, tehát az a megfelelő intézményrendszer hiányának, illetve a fotóművészek tevékenységének a láthatatlanságának, hiszen nagyon kismértékben kerülnek nyilvánosság elé. Viszont
az, ahogyan Szuhai Péter kiindul itt ebben a gondolatban, a tanulmány elején, hogy ezt helyettesíti a többségi fotósok munkáinak a kritikája, ezt én nem gondolnám helytállónak, mert hogy itt nem helyettesítésről van szó, tehát egészen más funkciót tölt be, más szerepe van a többségi képről alkotott kritikai beszédmódnak, de igazából erről fog szólni a tanulmánynak az elemzése. Na most a kiinduló pont, hogy mit igyekszik elvégezni Szuhai Péter ebben a tanulmányban, az szerintem a szerzői pozíció miatt problémás, hiszen egy olyan fajta rekonstrukció, tehát ugye a roma képzőművészet beszédmódjának a rekonstrukciója, egy kiállítás kapcsán a visszabeszélés története, ez azért problémás az ő szemszögéből, mert minden egyes pontján érintett ezekben az ügyekben. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy megfelelő pozíciót ebben elfoglaljon, ahhoz mindenképp a reflexivitás lenne a megfelelő eszköz. Na, és akkor vázlatosan a tanulmánynak a különböző részei. Ugye, hát nagyon érdekes, hogy ez a történeti visszatekintés, amit Szuhai Péter elvégez, és ahogyan hangsúlyozza azt, hogy a roma képzőművészek, ugye ez képezi a tanulmánynak az első részét, a roma képzőművészek csoportosulásának és intézményesülésének, ha lehet erről beszélni, vagy inkább intézményesülési törekvéseinek, vagy emancipációs törekvéseinek nagyon fontos nagyon fontos részét képezték az úgynevezett kultúrmunkásokkal, nem cigány kultúrmunkásokkal végzett közös munka. Ez a gondolatkör ugye folyamatosan visszatér a tanulmányba, épp a visszabeszélésnek az értelmezéséhez egyfajta ilyen ellensúlyt képez ennek a folyamatos említése. Na most ebből a történeti visszatekintésből nem is nagyon, vagy erre nem is nagyon térnék most ki részletekben, mert azt hiszem, hogy ez most számunkra annyira nem fontos. Ja igen, én itt bevettem egy olyan vázlatpontot a tanulmány felvázolásához, ami kérdéses, tehát hogy én azt gondolom, hogy a szövegben, tehát nyelvileg szerepelnek olyan kifejezések, amelyekre én most figyeltem fel, amelyek a hatalmi helyzetnek a rejtett megnyilvánulásaiként foghatók fel. Hát most itt csak kiemelve néhány példát, ugye a Tiszadobi gyermekotthonban a híres Pili Tamás pannó, a Születés című pannónak a készítési körülményeiről, amikor ír Szuhai Péter, többek között azt is megemlíti, ahogyan az alkotók alkoholos mámorban készítették ezt a művet, ami hát számomra elég problémás, tehát tehát, hogy bármennyire próbálhatjuk ezt antropológusi megjegyzésnek felfogni, mert hogy nem gondolom, hogy minden művészről, tehát megengedhetni magának egy tanulmányíró egy más művész tevékenységével kapcsolatban, hogy egy ilyen a munkának egy ilyen jellemzését beillesz-e a szöveg leíró részében. És hát több ilyen kifejezés van számomra, ami kérdésessé teszi a beszédmódot. A következő az épp a Néprajzi Múzeum gyűjteményének
létrehozásának a körülményeit, amikor leírja Szuhai Péter, ott is alkalmaz olyan kifejezéseket, amit mellesleg idéz egyébként a Bogdán Jánostól, aki azzal fordult hozzá, az orsósteri festőművészt, az OTP szorongatja, tehát hogy ez idézetként szerepel a szövegben, de hogy ezeknek a művészeknek a kiszolgáltatottságáról ez egy ilyen nagyon, és a megsegítésnek a módjáról egy ilyen nagyon furcsa kifejezés egy ilyen tudományos szövegben. És ugyanígy még egy példa, csak hogy lezárjam ezt a gondolatot, amikor a Junkhaus Tíme a Velencei Biennáli Roma pavilonjának a sikeréről ír, és arról, hogy Junkhaus Tímet Kairos díjjal jutalmazták, akkor a kurátornak a szavait úgy idézi Szuhai Péter, hogy nem azt mondja, hogy Junkhaus Tíme azt mondja, vagy azt veti föl, hanem hogy azt meséli, tehát a mesél kifejezést alkalmazza itt, ami szintén kérdéses. Na, ez csak néhány példa, hogy mit is értettem ennek ezeken a rejtett mechanizmusokon, és akkor most áttérnénk egy nagy ugrással, azt hiszem, hogy egy pillanat csak elnézem, hogy itt nem akartam-e még valami mást mondani. Nem, azt hiszem nem. Tehát magának ugye a millenáris kiállításnak a történetére, illetve arra az egész vitára, amit ez kiváltott. Na most azok a példák, amelyeket Szuhai Péter szembeállít egymással, azokra most részletesen nem térünk ki. Ugye itt azt a nagyon problematikus Dökút fotót, ami a kiállításnak a legelső részében szerepelt. Azt akár meg is mutathat, de nincs jelentősége, hogy megnézzük magát a fotót, azt hiszem. De hogy amivel szembeállítja Szuhai Péter, az egy a Provokátor nevű televíziós magazin, de ezekről a szembeállításokról szerintem akkor érdemes beszélnünk, amikor majd az albumokat is nézegetjük, tehát az órának az utolsó részében. Tehát csak összefoglalva itt ennek a résznek ugye az a lényege, hogy Szuhai Péter a kiállítást ért kritikát nem a kurátori koncepciónak az elemzésével, reflexív, önreflexív, hiszen ő volt az egyik kurátora, elemzésével próbálja meg értelmezni, hanem a kiállításnak a kritikus pontjait, tehát konkrét fotókat vagy ábrázolási módokat szembeállít olyan cigány alkotók, médiamunkások, fotóművészek, a munkáival, amelyek valamilyen nyilvános térben, televízióban vagy az Amarodromnak az oldalain kerültek elő. És hát ennek a szembeállításnak igazából egy nagyon tehát, hogy ebből a szembeállításból szinte egyértelműen következik az, hogy az a következtetés, amit ebből levon Szuhai Péter, az nem a vitának a lényegi pontjait érinti, tehát maga a visszabeszélésnek a megjelenése Magyarországon, ami nyilvánvalóan egy természetes velejárója volt egy folyamatnak, nevezetesen a cigányság reprezentációját uraló többségi intézményrendszeren keresztül azoknak a képviselőivel szemben megfogalmazott kritika megjelenésének, tehát hogy egy természetes folyamatnak
volt az eredménye, amelyben elemzésre valóban ezeknek az intézményrendszereknek és a képviselőinek a munkássága vár. Tehát, hogy ahhoz, hogy ezt az egész vitát érdemben meg tudjuk vizsgálni, és az érveknek, ellenérveknek a helytállóságát meg tudjuk nézni, ahhoz valóban ennek az egész intézményrendszernek és az ott folyó munkának a kritikai szemléletű elemzése segítene hozzá. Ehelyett azonban, ami történik, tulajdonképpen Szuhai Péter a cigányság csoportját, tehát a magyarországi cigányság csoportját, illetve inkább annak az értelmiségi képviselőit, akik valamilyen szinteren, közéleti, kulturális szintereken felvállalják a véleményüket, tehát ezeket a megszólalásokat kategorizálja, tehát nevezetesen három csoportba osztja, egy kutatói, nem tudom, rendszerező jellegű kísérlettel, és azt mondja, hogy azok a kritikus hangok, amelyek például a kiállítással szemben is megszólaltak, azért is kérdésesek, mert egy roma nemzetépítő mozgalom keretei között fogalmazzák meg önmagukat és identitásukat, és hát itt a nemzetépítő ugye nyilvánvalóan nem pozitív értelemben használatos, illetve meglehetősen kérdéses tevékenység. Akik azonban elfogadják ezt a többségi kritikai interpretációt, amit például a kiállítás is képvisel, azok a cigányságnak azon csoportjai a társadalmi integrációval párhuzamosan látják megvalósíthatónak a cigány sajátosságoknak, a kulturális sajátosságoknak a megfogalmazását. És ugye van a harmadik csoport, akik ettől a negatív cigányképtől, hogyan is fogalmaz? Tehát, hogy a másokra jellemző cigánykép negatív konnotációit fenntartva fogalmazzák meg ennek ezzel szemben a saját identitásukat. Jó. Na, és hát a lezáró része ugye a tanulmánynak, ami nagyon-nagyon fontos, és hát én itt ugye azt a címet adtam ennek a diának, amely Szuhai Péternek egy nagyon fontos korábbi tanulmányából származik, amelyben a cigányokról készült fotó történetét elemzi, az egzotikus vadembertől a hatalom önnön legitimálásáig, ugye ami a Kádár korszakra vonatkozik ez a kifejezés, és hát én tulajdonképpen ezt az epilógust, amely a tanulmányt lezárja, ez a saját hatalmának, a legitimálásának tekintem. Mivel ugye itt néhány kiállításnak a történetét idézi fel, az egyik ilyen nagyon fontos kiállítás, ugye a már elemzett Junkhaus Tímea és idézett Junkhaus Tímea a kurátor munkásságával a Velencei Biennálén valósult meg, az ottani Roma pavilonban Lost Paradise címmel, viszont nem tesz említés Szuhai Péter arról az installációról, amit a kiállításnak a padlásterében, mellesleg a kurátornak nem a beleegyezésével, tehát nem a, hogyan is lehet ezt fogadni, nem vele egyetértés, igen. Igen, hogy nem vele hozzájárult, de tulajdonképpen az intézményes keretek miatt. Tehát, hogy mind a Roma Pavilon és Osi kezdeményezés és szervezés volt, és ugyanígy ez a padlástérben elhelyezett installáció, amit Zádori Zsuzsával
az OSSA levéltárosával együtt készítettek el. Ez egy rasszista filmrészletekből álló videó installáció volt. Nem a kiállítás teljes ideje alatt volt látható, hanem itt ugye látható csak egy hétig, vagy mennyi másfél hétig azon belül, tehát egy rövid ideig, de ez egy elég kérdéses installáció volt az összeállítási módját tekintve, de erre most nem térünk ki, csak ezt példának hoztam, hogy ez kimarad a szövegből, tehát a tanulmányban ugye ennek az említése nem szerepel, holott szerintem elég fontos épp az önreflexió szempontjából. Szerepel viszont az a megbízás és annak az eredménye, amely a Nemzeti Galériában egy óriási tárlatként jött létre, ahol Szuhai Péter így fogalmaz, végre bebocsátást nyertünk a művészetek templomába. És ebből az anyagból, ebből a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből összeállított tárlatból született ugye egy vándorkiállítás, illetve egy Kínában kínai-magyar kulturális kapcsolatok részeként egy Kínában bemutatott időszaki kiállítás is. És hát itt összefoglalja Szuhai Péter tulajdonképpen ami a munkásságának a lényege, és amely ezeknek a vándorkiállításoknak az üzeneteként fogalmazódott meg, hogy a kiállításon és a katalógusban szereplő művészet munkássága valójában egy dologban közös, az erősen tematizált többségi, vagyis nem cigány képzőművészet hol romantikus, hol exotikus, hol pedig idealizált szegény ábrázolásával szemben belülről fogalmaznak meg egymástól eltérő módon, de egyaránt hiteles képet és életérzést, melyen nagyban hozzájárulnak a romák önismeretéhez és önbecsüléséhez. Tehát tulajdonképpen ezek a célok, ezekkel a célokkal a legitimálja a Szuhai Péter a saját munkásságát. És akkor lezárásként a bódvalenkei freskó falunak az értelmezése, ugye a tanulmány végén, ami számomra nagyon problémás volt, ezért is neveztem modern paternalista beszédmódnak, hiszen itt Szuhai Péter a bódvalenkei freskó falut, ami nem tudom, hogy mennyire ismerős, ez ismerős, erről lehetett sokat olvasni, hallani a médiában. Tehát alapvetően ugye a Pásztor Erzsébet fordító kezdeményezése, projektje, ami megvalósult ebben a faluban, ami felfogható szociális projektnek, kulturális projektnek, és attól függ, hogy milyen nézőpontból nézzük, de mindenképp értelmezésre vár, tehát maga a házak falára festett képeknek az elkészítése, bemutatási módja, mint outsider art, vagy street art forma, és ez, hát ugye ez nyilván művészettörténészek értenek inkább, hogy ez hogyan lehet jól értelmezni, vagy hogyan lehet politikai művészet részeként értelmezni. Tehát ennek nagyon gazdag értelmezési lehetőségei vannak, de itt ennek a tanulmánynak a végén, méghozzá szembeállítva a roma képzőművészeknek azokkal az emancipációs, kritikai beszédmódot alkalmazó törekvéseivel, amellyel egyfelől saját intézményrendszer létrehozására törekszenek, másrészt pedig egyenrangosságra törekszenek, ez nagyon-nagyon fontos eleme ezeknek az elképzeléseknek, hiszen egy fővárosi, ahogyan itt Szuhai Péter említi, tehát hogy egy, hogy is fogalmaz, tehát hogy a méltó helyszínen, tehát a fővárosban létrehozott galéria, ami már azóta meg is valósult, a Galéria 8-ban,
az beilleszkedik ugye a kortárs galériák sorába, tehát egy egyenrangú kulturális térként jelenik meg, és az ott folyó tevékenység is a művészeti szcénának egyenrangú részeként jelenik meg, míg ez a fajta projekt tevékenység, ami a Pásztor Erzsébet vezetésével zajlik Budvarenkén, ez egy egészen másfajta tevékenység, hiszen még mindig azt a fajta segítségnyújtást, szociális és kulturális mindenféle értelemben, de mégiscsak azt a fajta többségi segítségnyújtást jeleníti meg nagyon markánsan és eredményesen, tehát az eredményei nyilván ebből nem vitathatóak el semmilyen módon, viszont nem állíthatók szembe vagy párba ennek a másfajta, vagy ezzel a másfajta törekvéssel ennek a Roma galériának a létrehozásával. És ezért gondolom én, hogy ez a fajta beszédmód, tehát ez a fajta szembeállítás, ez még mindig ugyanannak a modern paternalista beszédmódnak az idézőjelben a maradványa. És akkor erre hoztam néhány példát, ami majd a Roma kép műhelyben fog szerepelni, de nem tudom most mennyi az idő. Most mindjárt negyed lesz. Akkor ezt sajnos nem nézzük meg, majd a május 8-án lesz látható, meg a linket majd elküldöm, és ő egy magyar származású roma képzőművész, aki Berlinben él, és nagyon érdekes dolgokat készít magával az archívum fogalmával, nagyon sokat foglalkozik, és elkezdte földolgozni a kádárkori többségi fotókat, tehát romákról készült fotós anyagot, és egy ilyen nagyon érdekes újraírási folyamattal van egy ilyen projektje, aminek ez a neve a legutolsó, újra képek újraírása. Ez egy borzasztó érdekes, rövid kis összeállítás a szövegekből áll, tehát a André Rácsnak a realizmus fogalmát megvilágító idézetekről és saját gondolataiból, ugye fotókból, illetve egy olyan mozgásszínházi performance-ról, ahol ezeket a fotókat jelenítik meg, vagy játsszák tovább színészekkel, például Balogh Rodrigóval a Független Színházból, és a fotós, aki dokumentálja ezt a performance-ot, része a performance-nak. Tehát egy borzasztó érdekes viszonyrendszert hoznak létre ebben a performance-ban. Jó, na, és akkor itt a végére értem, és még maradt egy pici időnk, arra, hogy ezeket a fotóalbumokat együtt megnézzük. Csak ezt hogy csináljuk fizikailag? Tehát én három fotóalbumot gondoltam. Az első, ez a Társadalom peremén című fotóalbum, ami ugye a Néprajzi Múzeum arrév felvételeiből jött létre, közösen akkor Zsigó Jenő ott dolgozott a fővárosi, jól tudom? Igen. Tehát ugye ez közös munka volt. Aztán utána a következő, ami már a Néprajzi Múzeum kiadványa, ez nincs itt jelen, az antropológia. Ja, itt van a projektor alatt. De most már a projektort kikapcsolom, és akkor van benni onnan. Na, ezeket... És hogy ezekről valahogyan kezdjünk el, csak hát ugye még valahogy
végig kellene. Vagy ilyen az lehet, hogy addig, amíg belenéznek a diákok, hogy lehet az, hogy mesélsz erről a közös munkáról. Aztán ugye a harmadik album, amit gondoltam, hogy fontos, ez a Stantel Györgyen, Horváth Filip albuma, aminek borzasztó érdekes egyébként a Göncz Árpád előszava is, de még érdekesebb az a bevezető, amit Kerényi György írt hozzá, az a bevezető tanulmány, ugyanis ott a tudáshatalom témakörnél is ugye használtunk Kerényi írást, aki meglehetősen, tehát nyelvileg hihetetlenül jól használja a reflexivitást. Tehát, hogy nagyon sok olyan kifejezést használ ebben a szövegben is, ebben a bevezető tanulmányban is, ami ezt alkalmazza. És akkor egy több album is van még. Ez a saját, tehát Stalter Györgynek a saját albuma. Ez a 8. kerületről, ugye a... Ez a is. És hát ez egy elképesztő érdekes hordokumentum, ugye ez a Tamás Ervin Bérész Tamásnak, ez a Bucsör Cigánytelektől című munkája. Hát ezeket is. Azt gondolkozom, hogyha kitesszük. Ja, ez pedig a Néprajzi Múzeum kiállításának a katalógusa. Nekem például nagyon kedvem lenne egy olyat csinálni, hogy esetleg kiválasztani emblematikus képeket ezekből, kivetíteni, és esetleg úgy beszélni róla, mert akkor az a figyelmet így koncentrálná, vagy jobban. Ezt most nyilván nem tudjuk megcsinálni. Meg nekem, nekem az előadással kapcsolatban is lenne egy-két reflexió, nem tudom, nektek van. Igen. Mert hogyha nincsen, meg arról is szeretnék beszélni, hogy mi legyen a jövő héten. Én a jelenet mindenképpen megadnám. Hogy valahogy nem tudom, kinek van kedve, meg ki tudna hozzászólni. Én csak annyi nagyon nagy élvezettel hallottam az előadásokat, és nagyon örülök neki, hogy ez megtörtént. Valóságos fordulat az én meglátásom szerint a tudományterületek együttműködése, illetve konfrontálódása terén. Enélkül a megközelítés nélkül, amit most hallottam a tényleg adni, egyrészt erre nincs példa, nem gyakorlat, évtizedek óta kiiktatódott ezekről a szakterületekről, egy több szakterület is támogatott, és ezekről egy közmegegyezés történt volna, hogy kritikus ellenzés tárgyával semmit nem teszünk, kvázi ilyen kézkezetűs alapon, és így a tudományterületek közül számos magabálta mai tudományművelés áldozatával, tudományos fokozattal végzik, de tulajdonképpen átfordult ez az egész egy negatív tudományban számtalan szempontból. Ha valaki elolvassa például a
Szuhai, a Néprajzi Múzeum második programjának az első mondata Szuhai Péter írta, és amelyben úgy fogalmazta, hogy rábízom az olvasókra az értelmezést, és én mindannak, amit itt látnak, és tele van fasiszta idézetekkel, akkor nyomást lehet találni annak, hogy akár a antropológia, vagy bármilyen más tudományi terület évtizedes tapasztalataiból kívánni szerető, aki ezt az alkotmányt kiadja a kezéből, gondozza, válogat, stb. Vagy éppen az a legkritikusabb lenne, aki nem válogat, esetenként és a szövegrészletekben sem válogat, esetenként, hogy nincs joga rábízni ezt az ő tudományos értékrendjének a megfogalmazása, tudományosan értelmezhető megfogalmazása nélkül, különben mi a terv, mi a szakterülete, mivel foglalkozik, mi törte a fejét évtizedeken keresztül. Igen, hát ez szerintem is ez a kulcsa, mint a fotóalbumoknak is, hogy egy értelmezési kerete hiányzik, egy megfelelő értelmezési keret abból az albumból, és ez az, ami Szuhai Péternek ezeket a példáit, tehát amikor szembeállítja a Dökót fotót a Provokátor című magazinnak azzal a kisfilmével, ami valóban kérdéses, mint mozgóképes reprezentáció, hiszen ott is társadalmi problémákkal foglalkozó magazinban bemutatnak egy olyan kisfilmet, ahol konkrétan dökhúst főznek ez a nagyon, nagyon szegény család. Tehát az is kérdéses, mint képi reprezentáció, de ott egészen határozott értelmezési kerete van a sorozaton belül annak a kisfilmnek. És maga a Provokátor magazin, mint roma filmkészítők által szerkesztett magazin, és egy nagyon fontos lépés volt abban az időszakban, de hogy ez kérdéses, hogy mennyire számíthat, tehát ez a kontextus mennyire számíthat bele a mozgóképnek az elemzésébe, értelmezésébe, de én azt gondolom, hogy igen, és ugye a kiállításból ez hiányzott. Tehát a kiállításban ott is ugyanez az elv érvényesült, igazából, mint a fotóalbumban, hogy voltak magyarázó, értelmező jellegű szövegek a kiállítás terében elhelyezve, de azok nem alakították ki azt a fajta útvonalat, vagy nem is útvonalat, útmutatót a képekhez, amire szükség lett volna. Tehát ez nem helyettesítette. Tehát ez is ilyen probléma. Én hátulról beszélni, de egy párhuzamot javasolnék. A Moldova György írt Bűn az élet címmel egy könyvet, amit részletekben elkezdtek közölni az akkori Rakéta újságban, aminek akkor halatlan népszerűsége volt, majd országos napilapokban is, majd megjelent könyvként, de a könyv megjelenése előtt, miután olvastuk a részleteket, egy nagyon széleskörű tiltakozás bontakozott ki Moldova György Bűn az élet című könyve ellen, amiben rendőröket beszéltet, akik hát földön túli hősként állítják be magukat, miközben ők harcolnak a cigány bűnözés ellen, és ez a kép végigmegy az egész alkotáson. Mi politikai állásfoglalást kezdeményeztünk, az én általam vezetett akkori cigány bűnözési módszertani központ, állami vezetőkhöz, pártvezetőkhöz, országgyűlés elnökéhez fordultunk, és megkértünk szakértőket, a kor akkori legnevesebb kriminológusát kértük fel szakértőnek, dr. Tauber István. Tauber István részletesen kifejti a véleményét, gyakorlatilag
alkotmányellenesnek minősíti az irodalminak címzett művet, amiben számtalan szakmai, ténybeli, statisztikai és mindenféle torzító és hamis színben feltüntető állatások tömege jelenik meg. A szakértői állásfoglalások, a cigány közélet tiltakozása ellenére a könyv megjelent, legkevesebb 300 ezer példányban, tehát ha tudni akarja a következő generáció, vagy generáció, hogy hogyan lehet elültetni egy nép gondolkodásába, például irodalminak álcázott módon, regényként vagy akármiként nevezhető módon a művön keresztül a cigányságot, mint bűnöző, akkor ezt így kell tenni. És azt gondolom, hogy mindig az a jó tükör, hogyha megnézzük, hogy a mai korban kikkel történik valami hasonló dolog. Azt kell állítsuk, hogy a gazdag társadalmi réteget kivéve minden társadalmi réteg megkapta magáét az elmúlt években. Tehát ma már senki nem gondol a tűzoltókra vagy a rendőrökre hősként, mert a tűzoltók, rendőrök azok élősködtek a nép gazdaságon, mert 40 éves korukra adjuk, egyszerűen csak stigmatizálni kellett őket. A pedagógusok azok Balogh Zoltán megfogalmazása szerint már azt se tudják, hogy mit találjanak ki, mert nem szeretik a gyerekeket. Stigmatizálják, ha ki akarnak menni, tüntetni, mert nem készült el számukra az életük pálya kormányzati tervezete. És nincs olyan társadalmi csoport, bányászoktól kezdve, akik nem támadtak volna meg a kortársaitok, amikor kimennek tüntetni, akkor azért tüntetnek, mert nem szeretnék a röghözkötést, de ha erről beszélnek, vagy a fiatal generáció Európai Uniós állampolgárként is megfogalmazott jogaikról beszélnek, ami a szabad letelepedés, a személyek és a tudás és a pénz és minden szabad áramlásának a politikai ideológiájára épül az egész unió, akkor a diákok is megvannak rá, mert ki akarják rabolni az országot, a tudást ki akarják vinni az országból, amelyért és az orvosoktól kezdve előbb-utóbb mindenki sorra kerül, aki nem viselkedik egyenlősen. És azt gondolom, hogy tulajdonképpen, ha ezekben a párhuzamokban vizsgáljuk azt, hogy hogy beszél meg tudományterületek képviselői adott esetben a cigányságra, ez egy filmen, egy fotoalbumban, bármiben tetten érhető, akkor most ennek látjuk a modern változatát, a cigányságon túli politikai változatai. Mindenki stigmatizálható, mindenki megbélyegezhető, mindenki ellenségként állítható a többség elé, és kinek milyen védekezési lehetőségei vannak, kiderül, hogy nincsenek. A szakszervezetek törvényen kívül helyezhetők, igen. Ő távolinak tűnik, pedig nagyon is közel. A cigányokat így stigmatizálták, a bűn az élettel, a képfénnyel, ezekkel a tudományosnak álcázott munkákkal, mert aki ezt elolvassa, olyan nyelvezettel találkozik, amire most fölhívtad a figyelmet, hogy tudományos mezben jelenik meg, senkinek nem jut eszébe megkérdőjelezni. Hogy minden ellenállás nélkül bemegy a közgondolkodásba, vagy a tudomány területeken jelentkező fiatal generáció gondolkodásába ellenállás nélkül átmegy. Hiszen mit lehetne ezen vitatkozni? Hát a nagy szakértő mondja és a nagy professzor mondja korábbi években Várnagy Elemér, Bekerdi József, de rengeteg embert mondhatnám. És ennek nincs kritikai jellemzése. És ezért hallatlanul fontos a mai előadás és a hivatkozások. Nekem nagyon őszintén nagyon nagy élmény van.
hallgatni, és köszönöm. Én is akartam, most Jenő mondta, és igazán ne értsétek félre, tehát, hogy az a, hogy mondják, a 60-as években például hasonlóan, ahogy mondjuk a Moldova könyvben megjelenik a egészen a biologizálásig elvezető bűn koncepciója kifejtett módon, hasonlóképpen már nem tudják ezt megtenni biologizáló módon, mint ahogy a románkkal meg tudták tenni, de gondoljatok bele, és egyáltalán ez szerintem lehet, hogy úgy lesz nektek, hogy a 60-as években keletkező ifjúsági szubkultúrával kapcsolatban, ami már egészen visszanyúlik 56-ra a pesti srácoknak a képére, de hogy ugyanolyan, nem ugyanolyan, de hogy kb. Hogy mondják, jellegében hasonló rendőrségi támadás volt a fiatalok ellen. Tehát a hippie szó például a 80-as években az még galeritagot, bandatagot is tudott jelenteni, míg ugye nyugaton ez egy nem tudom, emancipatív dolog volt, aközben Kelet-Európában egy ifjúság támadásnak volt kivéve, hogyha hosszabb volt mondjuk a haja. De ugye ez egy teljesen más dolog, ugye, mert ők nem születettek, hanem a divatnak megfelelően növesztettek hajat, vagy öltözködtek. És a Rudasból napi rendőri zaklatás kérdés. Abszolút. De ne értsenek félre, ezért mondtam, hogy nem párhuzamot akarok mondani, mert amikor egy roma annak születik, hiába nyírja le a haját és viselkedik illedelmesen, ő vegzálásnak volt kitéve, és van kitéve, mondatok sok mindenbe, a kortárs társadalomban, de hogy voltak ennek kisebb megvalósulásai, amelyek azt támasztják, amit most a Jenő mond, hogy tulajdonképpen nagyon sok a nőkre, csak, tehát a nő politika például a szocializmus alatt, tehát hogy hasonló tendenciákat lehetett megfigyelni akkor is, hogy egyes társadalmi réterek hierarchiában rendeződve ki voltak szolgáltatva az aktuális hatalomnak, így vagy úgy explicit, vagy teljesen egyértelmű módon, vagy rejtett módon a hatalmi technikáknak. És szerintem ennek, hogy a Jenőre reflektek, ennek volt nyilvánvalóan a legnagyobb elszenvedője a romaság, és hát nyilvánvalóan ez máig húzódik. Csak ennyit akartam kiegészítésül mondani, hogy a Moldova könyv kapcsán. Meg lenne egy reflexióm, amit az Andi előadásával kapcsolatban akartam mondani, de még mielőtt a reflexió, és nem húzom az időtöket, mert eltelt már az óra, azt szeretném kérni, hogy ha van valakinek ideje, akkor gyertek el, és Jenő, hogyha tudsz, akkor gyere el ma 5 órakor az Erdén egy amerikai dokumentumfilmesnek lesz a workshopja. Levetít egy rövid filmet, tulajdonképpen egy ilyen amerikai hálózat, dokumentumfilmes hálózatnak az egyik darabja lesz, aminek az a címe, hogy Ne a mi városunkban. És alapvetően ez a mindenkori amerikai kisebbségeket érő erőszak, tehát latinok, feketék elleni erőszak elleni mozgalmakról szól. És ez a nő, ez a dokumentumfilmes elnézés, tehát hogy dokumentumfilmes azért jön Magyarországra, hogy megnézze, hogy itt terjeszthető ez a mozgalom. És nagyon érdekelne például többek között Jenő véleménye is, hogy vajon magyarországi kontextusban hogyan lehet elültetni egy ilyen kezdeményezést, fölülről jön amerikai jótékonysági szervezet és megpróbál egy ilyet csinálni, anélkül, hogy tisztában lenne mondjuk, és nem akarok most előszavakat írni a programhoz, de engem nagyon fog érdekelni, hogy tisztában vannak-e azzal, hogy amiről Jenő is beszélt már, hogy a gyűlöletbűncselekményért eddig csak romákat ültettek le, és a sorozatgyilkosságnak a legújabb élet és irodalom tanúsága szerint az elkövetői házi őrizetbe kerülhetnek. Igaz, hogy karperecet fognak kapni, de kiengedik őket, mert nem lehet bizonyítani a koronatoló visszalépett, és a magyar bíróság tehetetlen. Tehát képzeljétek el, hogy egy ilyen kontextusban megjön egy ilyen amerikai filmes, és hogy ennek a kezdeményezésnek vajon milyen vége lehet. És ezt most tényleg nyitva hagyom, mert én sem tudom, csak nagyon érdekelne, hogy mit gondoltok, és nagyon jó lenne, hogy eljönnétek, mert abszolút módon belevág ennek az előadásnak a témájába. És nyilvánvalóan a roma reprezentáció része annak is. Ott mintákat is fogunk látni, meg dokumentumfilmet, fél órásat, és utána lesz egy beszélgetés erről az egészről. Ma 5 órakor a 34-esben ott az esztétika folyosón. Csak ezt akartam mondani, hogy az, hogy meg mit kell csinálni a jövő órára, azt meg fogom küldeni e-mailben, nyilvánvalóan sok összefoglalót kell írnodok, aki még megír, viszont a dolgozat az nagyon fontos. Tisztelt!
hogy tehát a dolgozatvázlata az határidős, most már nem várhatunk tovább, mert konzultációt kell folytatni. Vasárnap esti kérjük, hogy küldjétek el mindenki részletes és irodalommal együtt a dolgozatot. Mármint a dolgozatvázlatát, még nem a dolgozatot. Oké. Nem fél hatkor kezdődik az a filmes dolog? Igen, tehát fél hatkor kezdődik, de 5 óra van meghirdetve, de szerintem amíg jönnek, vagy átjönnek a közönségek, addig így. Köszönöm. Okay. Viszontlátásra. Szóval fél hatkor még nem késtek be, jogosan hozzászólás. Az előadásra kapcsolatban is akartam, de már nincs több időm, úgyhogy majd személyesen az aminak elmondom, és akkor nem tudom, hogy mehetünk el. Vagy hogy nem marad bennetek valami esetleg, ami fontos ilyen kérdés, megjegyzés, mert arra... Gyerekeknek a mesztelen ábrázolása, vagy volt, aki nem értette egyet, és erről szerettem volna megkérdezni a véleményedet. Érdekes kérdés, de én nem értek hozzá. Tehát Szolyi Péter itt egy antropológiai magyarázatot fűz hozzá, és én nagyon sokat gondolkoztam itt, hogyha tudtunk volna még az albumokról beszélgetni, de nagyon fontos szerintem a kép és a szöveg kapcsolata, és ez egy lehető András tájékozott, ez egy nagyon fontos fotóelméleti kérdés is, a kép aláírások, vagy egyáltalán a kontextusnak, a képeket körülölelő kontextusnak a szövege és az azzal való kapcsolat. Számomra ezek fontosabb kérdések. Tehát az a magyarázat, amit Szolyi Péter hozzáfűz, tehát így kiindulva egyes közösségeknek a szokásaiból és antropológiai teremmunkáknak a tapasztalataiból, ez szerintem egy... Tehát a problémának a kulturális sajátosságokat érintő hátterével foglalkozik, de nem a fotó, tehát nem a reprezentáció problémájával, és ez két külön dolog. Tehát, hogy szerintem a mesztelenséget ábrázoló fotókat, mint fotóelméleti probléma kellene vizsgálni, de ehhez én nem értek. Tehát, hogy ott szerintem ilyen értelemben félre megy egy kicsit az értelmezés, vagy lehet, hogy nem megy félre, de ez egy más megközelítés, és nem elégséges. Tehát a... Igen. Na, köszönjük szépen, és akkor Bogdán Mária fog, médiakutatót fog a jövőben beszélni, és hát leginkább a kortárs média... Csak egyet, a felirat és a kép, ez éppen egy mai előadásomról származik, ez egy fénykép. Nyilván fölismeritek, nem? Igen. Most igen, ezt kéne följettem, nem csak... Ja, mert kivettük a... Tehát ez mindegy, majd jobban fogjátok érteni. Most. Jó, ez egy fénykép és van egy felirat. Látszik, hogy a fénykép önmagában semmit nem mond, de szerintem magatoktól is tudjátok. Abban a pillanatban, hogy felirat kerül, már a képnek a sugallata megvan. Csak azért, hogy ne legyünk politikailag, tehát tudjátok, hogy sok támadás éri az intézetet, ezért mutatok egy másik fényképet is. Ez sem mond semmit, azon kívül, hogy valaki gondban van, nem? Tehát ott azon a képen a központi figura. Teljesen egyértelmű, meg lehet jósolni, hogy ha nem írtam volna oda, hogy melyik lapból származik, akkor is tudjátok, a mai magyar közélet az olyan, hogy meg van osztva. Ha nem írtam volna oda a lapot, akkor is tudjátok, hogy a Demszky és az őt mondjuk sározó cím az melyik lapból van, illetve ez melyik lapból van. Most anélkül, hogy tényleg, tehát nem állást foglalva, csak bemutat, hogy a képeknek milyen erő, mennyire nincs jelentése magukban, és hogyha valaki jelentések vagy feliratokat készít, ahogy azt már a Benjamin megmondja az alaptanulmányában még nagyon régen, a feliratok készít, abban a pillanatban jelentést ad, módosítja, irányt ad, és ez a Szuhai kiállítás, mert az Ambiában nemzet kiállításra is abszolút mértékben vonatkozik. Van egy teoretikus, aki ezzel nagyon sokat foglalkozott, de azt már nem bírtam fel most fölgöngyölíteni, csak így az emlékeimből, ez a Viktor Törzsén nevű művészteoretikus, ő foglalkozott ezzel a kérdésben, tehát hogy ebből lehetne az ő irodalmából elemezni, vagy azok alapján elemezni.
ezt az egész problémát szerintem. Abszolút, és szerintem ez egy neuralgikus kérdés, tehát hogy antropológiai címszó alatt hogyan mutogatunk gyerekeket, mesztelen gyerekeket, azt hol közöljük, ki oszthatja meg, mi történik ezekkel a képekkel, ki vigyáz az identitására, meg az azonosságára ezeknek az embereknek. Tehát ez egy kardinális kérdés. És Jenő, mondjuk. Egyik kérdésben állítás is, hogy a tényleg különbségben vannak az etnográfus és az antropológus értelmezési lehetőségeiben, megközelítésében. Különbséget, mert az, amit mondjuk egy etnográfus még mondhat a szakterületéhez kötődően, azt az én értelmezésemben egy antropológus már nem mondhatná. Semmilyen körülmények között. Én a szuhai tevékenységének a kritikáját ebben találom a legsúlyosabbnak. Tehát, hogy ez a gyűjtő rendszerező jellegű munka, hogy ez nem egész szuhai antropológusi erről, hogy aki etnográfiai centrumú gondolkodás, az a nép, ugye benne van a szóban is, és őt nem fogja érdekelni az egyes individumnak a joga ahhoz, hogy hogyan jelenjen meg például egy képen. Mert az alárendeltségben van a néphez képest. Ő a népet fotózza, még hogyha egyes romákat fotóz is le, és azt gondolja, hogy nem gyalogol bele azokba az életekbe, mert ott ő mindig allegóriákban gondolkodik. Tehát, hogy az egyes személy az mindig jelenti a többséget. Holott ez nem így van, mert ő mindig egyes embereket fotóz, és valójában azoknak a jogairól van szó. És ez az antropológia, ha lehet ilyet mondani, lépés előnye a etnográfiával szemben, hogy kellene, hogy legyen. Nem fogja be. Az, akinek ez lenne a hivatása, az nem történik. Körülbelül ezt a hivatást. Tehát az antropológia abban segítene mindenkinek, hogy bármilyen helyzetben van kényszerítve bizonyos csoport, mégis az ember lássa és láttassa a kortársaival, a következő generációkkal. És pontosan ez a torzul el. Egyébként ez szerintem nem ennyire éles a szuhai munkásságában, tehát hogy neki a terepmunka leírásai, tehát például a Szentdőrhádi kétegyházi érség, a terepmunka leírásai, azok sokkal, hogy mondjam, tehát nem akarom az értékes szót használni, érzékenyebbek, igen. Tehát mint antropológiai szövegek érzékenyebbek, szerintem Szuhai Péternek a reprezentációval, tehát azokkal a területekkel, a filmezéssel, kiállítás, a fotó, tehát hogy azokkal a képiséggel problémás, és az ahhoz való hozzáállása, tehát ott derülnek ki igazából. Ezek a antropológiai munkái, azok is nyilván tudományosan, tehát pont a külföldi antropológiai vitákból kiindulva lehetne azokat is ilyen kritikai szemlélettel vizsgálni, de én mondjuk ahhoz nem is értem. A Solt Ötélia is írt a beszélőben egy hosszabb tanulmány. Ezek helyzetekhez kötődő, én
leginkább valamiféle tényfeltáró riportszerű leírások. Hát nem tudom. Nem tudom azért. Az a két egyházi eset, az nagyon érdekes, mert az úgy indult. Tehát ott egy konfliktusnak a dokumentálása, a tényfeltárás céljából érkeztek oda, és ott az ismerettség a Márnak Boragó családa van. Összeismerkedés, barátság, abból alakult ki igazából ez az antropológiai terepmunka, ami aztán egy temetésnek a leírásával egy nagyon, tehát az például egy nagyon értékes szöveg, én azt gondolom, mint antropológiai szöveg, annak az elemzése, ennek az óráciány temetkezési szokásnak a leírás elemzése. Akkor úgy módosítanám ezt egy fél mondat, hogy a hagyományos szerepében jelentkező cigányság, abban a pillanatban, amikor eltér képzőművészet, stb., ott, mintha ugyanannak a személynek ez teljén, ez egy vadidegen. Igen. Etnográfusként jól kezel, antropológusként, amiben bele van épülve a tudományterület, minden fejlődésben, mozgásban, ellentmondásában is látni és értelmezni, ott mindenféle problémát. Igen, na ez itt szerintem sokkal fontosabb. Hát, aki leírja a területési vagy élesztási szertartást a maga törvényeivel, az érték belségével, az nem mondhatja 10 évvel később azt, hogy a cigányoknak semmilyen kultúrája nincs. Mert akkor már egy másik pályáról beszél, mert színház kellene, az önkifejezés jogáról beszélnek a cigányok, a cigány képzőművészet megszületéséről beszélnek a cigány értelmiségén, és ott valami óriási konfliktus keletkezik az értelmezésekben. És az a kérdés, hogy miért? Mert a politikai környezet ezt várja el X szereplőtől, vagy az ő személyiségében vannak olyan korlátok, amit nem teszik lehetővé. Csak a hagyományos mezőben a tanulásában a közösséget. Hát ez igazából ez konfliktus formájában csak a múltkori roma képernyős beszélgetésen, ahol a Kőszegi Ernőnek a filmjét mutattuk be, ugye a roma nőkép volt a téma, és a Belsőn Katalin nevű a Romédia Alapítványnak a filmkészítője, aki szociológus végzettségű, mellesleg a Taróczi Ágnesnek a lánya, ahol a Romédia Alapítványban együtt dolgoznak, és a roma nőképről kampányt készítettek, illetve a Duna Televízióban korábban volt az a Mundi Románi sorozat, ez a nemzetiségi magazin, cigány nemzetiségi magazin, annak is a főszerkesztője volt Bársony Katalin, és annak is volt egy ilyen tematikus száma. És a beszélgetést ezeknek a kampányoknak, a magazinnak az elemzésével kellett kezdenie a Juhász Anna szervező moderátornak, mert a Bársony Katának korábban el kellett mennie egy forgatás miatt, és ezért vele kezdődött a beszélgetés, és olyan erőteljes, negatív kritika fogalmazódott meg ezekkel az anyagokkal szemben, amivel igazából nem lenne baj, hiszen arra valók ezek a beszélgetések, tehát elemzésre, és ha az kritikai szempontokat vett fel, akkor nyilván. De a hangnemében ezeknek a Kőszegi Edit megszólalásának, és utána Szuhai Péter megszólalásának valami olyan hihetetlen negatív hangnemet ütött meg, és épp hogy ennek a hatalmi pozíciónak a teljes tudatában és kinyilvánításával elhangzott ugyanis az édesem szó, mert mint a Bársony Katához beszélt, épp egy feminista téma kapcsán, ami egy ilyen elképesztő diszonancia volt, de hogy csak azt akarom mondani, hogy ez például egy olyan helyzet volt, ahol egyenrangúként kellett egy cigány értelmiséggel szereplővel, ráadásul filmkészítővel
vitát folytatni, és ennek a helyzetnek a frusztráltsága vagy a feszültsége valami olyan mértékben kicsapódott ott a műhelyben, hogy ez egy nagyon érdekes tünete a mostani állapotoknak, ami nyilván összetettebb, tehát hogy nagyon sok mindenből adódik ez a frusztráltság, de hogy egy ilyen helyzetben csattan, az viszont már szerintem nem. Tehát ez van jelentése. De egyébként, hogy mondják, ez szerintem... Vagy fölveszem, szóval ez egy nagyon összetett dolog, mert ő régóta, tehát régóta ismerik egymást, és nem védeni akarom, csak arról van szó, hogy az emberek nehezen kerülnek túl a saját viszonyukon, hogyha hivatalos közegben kell nekik egymás között megnyilvánulni, és nyilván a Szuhai ennek a csapdájába esett, de szerintem hasonló, ahogy a Kőszegi Edit gondolkodik, hogy ő azt mondta, hogy ő neki nem kell problémázni ezen, mert neki számára őszinték az emberek, vagy feléje őszinték az emberek. Ő sose zavarta a kamera jelenléte. De szerintem tipikus, mert bármennyire is egy nagyon jó dokumentumfilmes is.